Sziasztok srácok, ez itt ismét a TFKN, Csabi vagyok, és jelentkezünk a következő nektek rovatunkkal. Aki követ minket, az tudja, hogy pár videóval ezelőtt ugye teszteltük a Cooler Masternek az extra könnyű, mélysejtrácsos kialakítású egereit. Csináltam róla egy videót, aki nem látta, az nézze meg mindenképp, hiszen ez valamilyen szinten annak egy folytatás, úgyis én ott kitértem arra, hogy nem használtam ilyet, nem szerettem eddig ezeket, de most megtetszettek, és kíváncsiak voltunk, hogy más gyártónál hogy néznek ki ezek a mélysejtrácsos extra könnyű egerek, úgyhogy a Redragontól kaptuk az M808-at, és ezt fogjuk nektek ma megmutatni. Srácok, még itt a videó elején azért érdemes leszögezni, hogy a Redragon M808 Storm egér egy sokkal pénztárcabarátabb egér, mint a Cooler Master egerei. Ez egy 10.000 forintos árcédulával van ellátva, még ugye az MM711 és a 710, ugye ilyen 17-18.000 forint környékén mozog. Szóval, és össze fogom hasonlítani őket, ami nem biztos, hogy a legjobb, hiszen tényleg nem egy kategóriában indulnak az egerek. Ez egy olcsó megoldás, egy olcsó kategória, ez látszik is rajta, de ettől független lehet egy jó alternatíva ebben a kategóriában. Na, de nézzük az MM808-at. A dobozban nem érkezik más az egeren és ezen a kis füzetecskén kívül, tehát plusz teflon talpakkal nem találkozunk. Anyaghasználat tekintetében itt is műanyagot használt a gyártó, és gumiborítással nem találkozunk, a görgőt kivéve. A műanyag itt nem feltétlen olyan jó minőségű ABS műanyag, mint a Cooler Master esetében. Itt egy fokkal kopogósabb, műanyagabb hatása van, hogyha értitek, mire gondolok ennek a műanyagnak. Ennek ellenére nem rossz, csak más. A mélysejtrácsos kialakítást, hogyha megnézitek, ugye az egér alján, illetve itt a tenyér rész alatt találkozunk vele, és itt is átlátunk igazából az egéren, viszont az látszik az alján, nem tudom, hogy a közelieken, vagy innen látjátok, hogy egy sokkal nagyobb nyák foglal helyet az egérben, illetve az egér is maga egy picit talán nagyobb, mint a Cooler Master egeré, és ezért ez egy 85 grammos egér, tehát ez az eddigi legnehezebb könnyű egerünk, amit tesztelünk. Az egér két oldalán egyébként, hogyha megnézitek, a mélysejtrácsból kiszedett 6 szögekkel találkozunk, itt picibe, az egér ezen, illetve ezen oldalán. Egyébként ez nem csak dekoráció, hanem én azt vettem észre, hogy sokkal kevésbé csúszik rajta az ujjunk, sokkal jobb tapadás biztosít, ugye, hiszen gumi felülettel nem találkozunk. Egyébként ez a műanyag itt körbe, hogyha megnézitek, ez fényes fekete, még ugye az egér hasa, illetve ugye a tenyér alatti rész, az matt fekete, és ugye itt a görgőnél, illetve ezeknél a gomboknál találkozunk még egy kis fényes fekete műanyaggal, ami mondjuk ugye új lenyomát mágnes, de jól néz ki, hogy váltakozik itt a matt, illetve a fényes rész. Kábel tekintetében itt is parakort kábellel találkozunk, viszont valahogy egy picit merevebb ez a kábel, nem annyira puha, ezt is szépen össze lehet gyűrni. Ugye erre kitértünk múltkor, hogy miért jó a parakolt kábel, ugye nem tolja el az egerünket úgy, mint egy keményebb, erősebb PVC kábel, vagy bármilyen más harisnyázott kábel, viszont itt sem érzem azt, mint a műanyag esetén, hogy olyan jó lenne, mint a Cooler Masternél. De mondom még egyszer, hogy ez nem rossz, csak ez egy más megoldás, egy picit olcsóbb megoldás, és ezt érezhető is rajta, de parakord kábelt kapunk, és szerintem aki először találkozik mondjuk ennek az egérnek az esetében ezzel a kábellel, annak ez felüdülés lesz a másik kábelekhez képest. Az M808 egyébként egy jókezes kialakítású egér, és hiába tűnik szimmetrikusnak, az alját, hogyha nézitek, itt lehet igazán észrevenni, hogy itt a bal oldalán, ahol találkozunk két gombbal, ez oldala sokkal jobban bemélyed, és ez egy ízig-vérig, jobbkezes kialakítású egér, és egyébként ez a tenyérfogás, ez a palm fogás az, ami jellemzi ezt az egeret, így tudjátok igazán kényelmesen használni. Ha már gombok, ugye a bal oldalon lévő két gomb, ugye teljes mértékben programozható, tetszeszabható, csak úgy, mint az összes többi, ami a gyártói leírás szerint 7 darab programozható gombot tartogat nekünk, viszont ez nem igaz, a szoftverben 8 gomb programozhatóságát állíthatjuk, 8 különböző gombot tudunk programozni. Ugye itt van ez a kettő. A görgőnk alatt találunk 3 gombot, ami alapból a legalsó, az egy színválasztó gomb, tehát egy RGB gomb, ugye itt előre beprogramozott funkciókat, színsémákat tudtok ugye variálni, állítani, illetve a fölötte lévő két gomb az a DPI állító gomb, és az egér
görgő is egy gomb maga, és ezt is tudjátok programozni, ezt is testre tudjátok szabni. Sőt, a hozzá kapott szoftver segítségével, azaz amit le tudtok szedni az interneten szoftver segítségével, még az egér görgőjét is tudjátok programozni, hogy milyen funkciót lásson el, hogyha felfelé görgetitek, és miért, hogyha lefelé. Tehát nem csak egyszerűen tekerni tudtok, hanem ezt is testre tudjátok szabni, egyébként csak úgy, mint ugye az RGB-t magát. A görgő nem egy szabadon futó görgő, viszont kevésbé érezhető a görgetés, mint a Cooler Master esetén. Sokkal könnyebben tudjátok görgetni a görgőt, ez mondom, ez sem rossz vagy jó, ez ilyen, picit könnyebben tudjátok görgetni. Ha megfordítjátok az egeret, akkor láthatjátok, hogy ugye az egér elején és hátulján két darab nagyobb típusú teflon talppal találkozunk, két darab szélesebb csíkkal. Viszont ugye nem kapunk ugye plusz szettet, de ezt már mondtam a videó elején. Illetve van egy szenzorunk, ami 12400 dp, és ennél többet nem árul el nekünk a gyártó róla. És a Redragonnál már jól megszokott módválasztó gomb is ide lett elhelyezve. Itt találkozunk ezzel a kis gombocskával. Az eddigi egereknél, amiket mutattunk, szerintem ott is rendre mindegyiknél itt foglalt helyet valahol az egér alján. Ugye a szoftverünkbe, amit le tudunk tölteni az egerünkhöz, ugye be tudjuk állítani a profilokat, tudjuk programozni a profiljainkat, illetve a módokat is, 5 különböző módot tudunk beállítani, elmenteni, és hogyha mondjuk bármilyen munka közben vagyunk, játék közben vagyunk, nem kell ugye altaboznunk, letennünk, átváltani a Redragon szoftverére, hanem megfordítjuk az egerünket, és ez itt az alján tudjuk gyakorlatilag váltogatni ezt az 5 különböző profilt. Egyébként megmutatom ezt itt nektek, be fogjuk tenni, hogy lássátok, hogy miről van szó. Nagyon jól testre szabható ez az egér, ugye programozható gombok, makrózható gombok vannak rajta, állítható az RGB, állítható a DPI, és ugye minden egyes profilt külön le tudtok menteni, tehát más-más játékhoz, más-más beállításokat tudtok használni, mást egy RGB-hez, mást egy FPS-hez, ez tök jó, ezt eddig is szerettük a Redragonnál, hiszen eddig is megvolt a lehetőség, legalábbis azoknál az egereknél, amiket mi teszteltünk. Srácok, hogyha engem kérdeztek erre az egérről, hogy mi a véleményem, azon kívül, amit most itt eddig kifejtettem, vagy elmondtam, hogy milyen érzéseim vannak az egérrel kapcsolatban, ez egy teljesen jó egér, ez egy 10.000 forintos egér, ezt nem szabad elfelejteni. Sokszor visszanyúltam ugye a Cooler Master egereire, ide, ezekhez az egerekhez, ahhoz hasonlítottam, ami egyrésztől nem feltétlenül a legjobb, hiszen, mint mondtam, más ligában játszanak, másrésztől viszont ahhoz képest, hogy ez majdnem 10.000 forinttal olcsóbb ez az egér, egy teljesen jó használható, jó anyagokat használó egér ebben az árkategóriában. Szerintem annak, aki ezt a 10.000 forintos összeget célozza meg egérvásárlás szempontjából, és érdekli ez a mélysejtrácsos kialakítás, szeretne egy parakord kábeles egeret, szereti az RGB-t, szereti a programozható, makrozható szoftveres egereket, annak a Redragon M808 egy tökéletes választás lehet. Srácok, ennyi lett volna ez a videó mára, reméljük, hogy tetszett nektek, amennyiben igen, nyomjátok meg a like gombot, hogyha nem, akkor nyugodtan nyomjátok meg a dislike-ot, írjátok le odalent kommentbe, hogyha van kérdésetek a videóval kapcsolatban, vagy az egérrel kapcsolatban, amennyiben nem tettétek volna, még megiratkozzatok fel a csatornánkra, és nyomjátok meg a csengőt, hogy kapjatok értesítést róla, hogyha kerül fel új tartalom. Sziasztok!